Én márciusban egy 15-18 napot otthon voltam karanténban a koronavírus miatt, és elég sok mindenen volt lehetőségem gondolkodni, igazából miért polgármester lettem, hogy milyen város szeretnék elképzelni, és milyen beruházásokat szeretnénk elindítani. Ennek egy része volt a 21-27-es cik, uniós ciklusnak a beruházásainak a megtervezése, a másik része a jelenlegi önkormányzati forrásaink jó célú felhasználása. Én megálmodtam egy három kültéri kondi parkos konstrukciót, amelyben szerencsére a testület egy kondi parkot már elfogadott, így emiatt a a sport központunk előtt, a jobb oldali, a szembálunk az épülete a jobb oldali zöld területen, egy 70-75 négyzetméteres kült kültéri, ingyenesen használható fitness kondiparkot alakítunk ki, ha minden jól megy június folyamán. Ma kaptam az üzenetet, hogy a gumilapok érkeznek a mai napon, illetve az eszközöket is megrendeltük már. Kicsit bonyolultabb, hiszen nem konkrétan egy kondiparkra szerződtünk le, hanem mi, mint önkormányzat, összeszedtük az eszközöket az internetről, illetve a gumilapokat és minden eszköz kicsit más onnan vásároltunk, így nagyjából jelenleg 2,5 millió forintba kerül ez nekünk, és még valamennyi betonozási munka lesz, szegélyezési munka lesz, és ez nagyjából egy 3-3,5 millió forintos beruházást valósítunk meg, és reméljük, hogy mindenki ö, ö, szeretni fogja, aki használ ilyen kondiparkokat. Én itt is kérem a képviselőtestületet, hogy ez a kondipark beválik, akkor biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a két település részünkön Fügödön és a is egy 20-30 négyzetméteres kis kondiparkot Parkot létesítsünk a kis kiszolgálása érdekében, nem mellesleg az Abolydevecseri kék Kéktúró útvonal mellé, esetleg a kék túrásoknak is egy pihenőhely biztosításaként, egy kis nyújtózkodásra, egy kis felfrissülésre. Az említett beruházások mellett van két jelentősebb beruházás, illetve indul majd több is a mi közreműködésünkkel is pályázatokból. Ami két olyan beruházásunk van, amit nem az önkormányzaton keresztül ö, újítunk fel, de, de a városi szempontból jelentős ö, ö, közértéke van, az a református óvoda, illetve az új úszadának a megépítése. A református óvodánál az elmúlt időszakban bejárást tartottam Vaksimária Esperes asszony meghívására alpolgármesterúrral, illetve jegyzőasszonynal nagyon szépen halad az óda, nagyon szép épületet fog kapni, ez több mint 200 millió forintos beruházás az Egyház megyének, és úgy néz ki, hogy szeptember elsével két csoporttal el fog tudni indulni az óda, és bízunk abban, hogy egy pozitív irányba is el tudja indítani a városi folyamatokat egy református óvoda érkezése. Jó írás előzetesen, hogy az óvodai létszámunk kevésbé csökkent, Ö, nem fognak megszűnni a mini bölcsődei nem fognak megszűnni a bölcsődei és továbbra is nagyjából ugyanaz a színvonalon fogjuk tudni biztosítani az önkormányzati óvodánkban is az érkezőket, és ezekkel a felújításokkal, amit mondjuk az évben még el szeretnénk kezelni a szünidőben, az augusztusi szünidőben, még jobban tudjuk motiválni a lakosokat arra, hogy az önkormányzat által fenntartott, magas színvonalú óvodai szolgáltatás, köznevelési szolgáltatást válasszák majd. Az Uszodánál is az elmúlt napokban voltunk terebejáráson, ahogy látják is a lakosok, akik arra közlekednek, nagyon jól állnak az építkezéssel. Terv szerint decemberbe kell befejeznünk, ez év decemberében kell befejezniük, de bízunk abban, hogy ez egy picit hamarabb fog megtörténni, jelenlegi állás szerint akár már ősszel is befejezésre kerülhet az USZODA. Önnek két előnye van, végre abban marad az építkezés azon a szakaszon, ami az hogy a lakosokat minimálisan zavarja, de szerencsére nagyon kultúrát munkában végzik ezeket a feladatokat a kivitelező cég, illetve a másik az, hogy végre eljárhatunk uszodában helyben is. Sokan kérdezték, és itt is meg szeretném választani, mert azóta is, hogy az elindul az uszoda, első körben tanuszoda funkciót fog ellátni, tehát délelőttönként, koradélutánonként mindenképpen a diákoknak, a, a gyermekeknek lesz az uszodai lehetősége. Amint ezek a helyek után felszabaduláson ilyen szempontból megüresedik az uszoda, lakosság igénybevételre is alkalmas lesz az uszoda, és, szere és szeretettel várunk is majd mindenkit az új uszodánkban. Az úszoda, amivel tanúszodai funkciókat lát el, ezért olyan plusz extra szolgáltatások, mint például sauna, egyáltalán nem lesz ö, tudomásom szerint az úszodában, de a konditeremben a következő beruházásunk a régi sauna áthozatala majd az új konditermi részre, és bízunk benne, hogy ősszel már a saunát is meg tudjuk nyitni a konditerembe. Egy kicsit szomorú témára is ki kell térnem, hiszen a, az orvos kérdést nem engedhetjük el magunk mellett, és örülök, hogy videóban is tudok el beszélni. Az elmúlt hónapokban egy vitás helyzet alakult ki köztünk, és Borisné dr. Janockó Erzsébet között a praxisok tulajdonlásával kapcsolatban, a hosszú távú orvosi ellátásával kapcsolatban <kül> elindult a lakosság részéről egy aláírásgyűjtés is, egy bizonyos témakörben, hogy Janockó doktornak adjuk vissza a praxisogát, azonban az, az aláírások megkapása után, ettől függetlenül is, hogy mi több lehetőséget biztosítottunk arra, hogy milyen formában, milyen általa elvártnál is pozitívabb és több finanszírozást adva tudjuk tovább foglalkoztatni doktornőt, május 3-án beadta a felmondását. Nagyon sajnálom abból a szempontból, hogy kiváló orosa a térségünknek, településünknek. Több mint 30-40 éve a településünk szolgálatában áll, és a lakosok szolgálatában áll, mint orvos. Azonban nekem egyetlen egy feladatom van polgármesterként a személyi kérdések háttérbe tolása, és a lakosság érdekeinek, az önkormányzat hosszú és középtávú érdekeinek a megfelelése és megvalósítása. Ilyen szempontból készülve mindig a legrosszabbra készültünk arra is, hogy Janoska doktornő sajnos be fogja adni a felmondását, és biztosíthatom a lakosokat arról, hogy a 60 napos felmondási idő után is egy perc nem lesz olyan, amikor nem fogják őket valamilyen szinten házi orvos vagy házi orvosok ellátni. Úgyhogy ez egy ilyen Előzetes bejelentés is természetesen, hogy Janockó doktornő felmondását, amit nagyon sajnálok és köszönjük az eddigi munkáját, amit a városunkért tett, akár háziorosként, akár a területi egészségügyi központ vezetőjeként. Hálások is vagyunk, és hálások is maradunk érte de azonban nekünk meg kell oldani ezt a problémát. Egy vagy két orvos július harmadikától el fogja látni a betegeket. Sajnos még nevet nem mondhatok, de előzetes egyeztetések már voltak és megállapodások is, de a mindent időben tudok csak kommunikálni, de biztosíthatok mindenkit arról, hogy a háziorvosi körzet ellátása nem marad orvos nélkül, és nem fogja senki sem elveszíteni emiatt a munkáját, hogy egy kis csere változik. Ami egy picit jó hír ebben a helyzetben, hogy ö, tudjuk a fiatalítani a háziorosi rendszerünket, és bízunk ebbe, hogy egy vagy két olyan 40 év alatti háziorosunk fog érkezni, aki rendelkezik már tapasztalattal, több évnyi vagy több mint öt évnyi tapasztalattal, és középtávon meg tudjuk velük oldani ezt a, a háziorosi körzetnek az ellátását. A az elmúlt időszakban találkoztattak az encsek akár interneten, akár újságban, hogy a tavaly éven több mint 100 fát növényt ültettünk el a településünkön, ez éven is ezt folytattuk. Most egy országfásítási program keretében több mint 35 fát, hogyha jól emlékszem, ültettünk el a piac területén, a temető területén, illetve az említett Szeles utca részén. Most Végre itt is egy kis eredményt elértünk, hiszen egy pár hónapja beharangoztam azt, hogy lehetőségünk lenne arra, hogy a Fő utcának, a Petőfi utcának a levendula ültetését elkezdjük. Most ilyen pilot programként, próbaként, hogy hogy bírja a főutcai környezetet, élő környezetet, a sok gázdal és a lakosok sétálgatásával együtt is néha főön átvágva. Hogy hogy fogja ezt bírni, természetesen? A Petőfi Park, illetve a lottózó környékén, a jobboldali sávon végigültettük a középső részét levendulával. Bízunk benne, hogy június-júliussal meg fognak nőni annyira, hogy ezek virágozni is fognak, és szebbé fogják tenni a mindennapi környezetünket. Emellett a piacon is természetesen, illetve a település több helyén is szeretnénk még fásítani, zöldíteni de mindig vannak olyan esetek, ami vitát kelt ilyen például egy fakivágás eset. Általában a kosútúton van a legnagyobb ellenszele a fakivágásnak, amelyet én sem támogatok természetesen ö, elsődlegesen a hársfák védelme érdekében, hiszen egy valahol több tíz éves, vagy akár száz éves fákat is kivágunk csak azért, mert valamelyik lakos ö, környékbeli mondjuk gázolajjal, egyéb más veszélyes anyagokkal öntözi a fát, emiatt károsul a fának a... Az élete, és emiatt veszélyessé válik a környezetére. Vannak olyan esetek, amikor a lakos kéri természetesen, mert veszélyezteti úgy a háznak az épségét, a gyökerei felnyomják a kerítés a házfalat, amelynél nem tudunk elmenni szótlanul, és nem tudjuk azt mondani nekik, hogy a fák érdelmében mindenképpen inkább a ház rongálódjon, illetve balesetveszélyes környezetet alakítsunk ki. De vannak olyan esetek is, amikor ö, például a kenyergyári úton 17 darab fát kellett egyszerre kivágnunk mivel nyilvánosan működünk, nem titok, hogy ez a 17 darab fa kivágása, 635 ezer forintba került a saját bevételénk értékében, és a falnyag, amit kivágunk ennek a nyárfának, tizede nagyjából, amit ér, mint amilybe kerül ez nekünk. Nem azért vágjuk ki a fákat, mert nem vagyunk környezetvédők, és nem szeretnénk zöld településen élni, hanem a lakosokat baleseti és más szempontból is annyira zavarhatja ezeknek a kiöregedett fáknak a, a, az ott léte, veszélyessége, hogy nem tudunk elmenni szó nélkül itt sem, egy mondjuk egy, egy utca teljes aláírási gyűjtése mellett, és segítenünk kell ezeknek a végrehajtásában, hiszen azért vagyunk, hogy a lakosokat képviseljük. Minden esetben elvárásunk az, és bízok benne, hogy a következő időszakban a rendeletünk is a, fog valamilyen szinten így módosulni, hogyha a lakossági kérésre egy fát kivágunk, akkor a környezetében legalább kettőt ültessünk. Ez egy nagyon szép és hangzatos dolog, de mindenképpen szeretném ezt tartani. Mondhatni összességében az elmúlt időszakban ezt tartottuk is, hiszen nem egy helyet kettőt ültettünk, hanem akár tízszer annyit is ültettünk egy helyet az elmúlt másfél évben, mint amennyit kivágtunk.